idén 7. alkalommal rendezték meg a Made in Pécs Fesztivált. Január 8-án több mint 600 zenész mutatkozott be a nagy közönség előtt a Baranyai megyeszékhely belvárosában. Az egynapos rendezvény jó lehetőség arra, hogy az amatőr zenekarok bemutatkozhassanak a nagy közönség előtt. Ilyen az ARB együttes is, akik egy éve alakultak. Ketten előtt barátommal kezdtük a zenei munkásságunkat eleinte, csak mi ketten egy dobgép segítségével alkottunk még így a nótáknak az alapját, amit most hallhattok, és utána szép sorjában a többi tagok, akik mellettem állnak, csatlakoztak hozzánk. Szurdi Kristóf, Antal Tamás és mellette Frank előtt látható. Hát stílusunkat tekintve inkább egy ilyen zenei egyveleget mondanék, mert szerintem minden tagunk mindenféle zenei stílusból ihletődik, és szerintem ezt így nem tudjuk behatározni, de igyekszünk minél jobb zenét létrehozni, szórakoztatni a közönséget. Ebben a formációban még nem, de szerintem a tagunk nagy része már lépett fel. Szerintem mindenki lépett fel már Made in Pécsen előtt is, többiek is. A számunknak az a titka, hogy nincsen nevük, hanem elkészülési sorrendben nevezzük őket így 1-től 5-ig, mivel most csak 5 számot játszottunk. Úgyhogy zenei szöveg nélkül igazából nagyon nehéz számokat elnevezni, úgyhogy egyelőre ezzel még küzdünk, de még problémával nem ütköztünk emiatt. A közönség élvezte, viszonylag sokan voltak, és ahhoz képest, hogy egy klubkoncerten mennyi fő szokott lenni, ahhoz képest szerintem ez magasan a csúcs eddig, amit így szerintem így a hétköznapokban lehet látni. A 150 pécsi együttes között voltak olyanok is, akik már a kezdetek óta résztvevői a Made in Pécs Fesztiválnak. Ilyen zenekar a The Indolls. Ez egy trió felállás, most már 2014 óta ilyen zenélünk együtt. Tehát most már egy a 8. év lassan, mert március körül alakultunk, és gyakorlatilag azóta zenélünk együtt. Az volt a 41. koncertünk, így a 7 év alatt, tehát ugye sokat nem koncertezünk. Viszont van 3 ilyen EP-nk, amit kiadtunk, így az elérhető bárki számára. A legelső alkalommal emlékszem, hogy amikor bejelentették, hogy januárban fogják ezt megtartani, akkor így nagyon szkeptikusok voltunk ezzel kapcsolatban, hogy hát, hogy ez működni fog. Tehát így az ünnepek után így még az embereknek van kedve bulizni. És most volt, legalábbis a szervezőktől azt hallottam a mai nap folyamán, hogy most volt először az, hogy délelőtt 10 órakor az összes hely tele volt. Tehát ilyen még nem volt. Tehát ennek a fesztiválnak az ázsiója az egy évről évre ilyen konstansan nő, tehát sokkal több ember fordul meg, általában tele vannak a helyek. Egyedül ez az ebédidőszak, amikor egy kicsit kevesebben, mert nyilván az embernek el kell menni ebédelni, vagy ilyesmi, de az, hogy délelőtt már megtelik, és ez a délután folyamán, sőt az estén ez abszolút kicsúcsosodik, ez páratlan, úgyhogy így most így éppen tényleg január van, és hideg van, meg minden, de senkit nem érdekel ez igazából, mert mi vittük a cuccokat ónos esőbe, hófúvásba, tehát majd, tényleg, hogy ma nem elestünk, meg mit tudom én, de nem érdekelt, hát tök jó volt, hogy így bementünk a melegre, volt egy csomó ember, játszottunk 20 percet, mindenki jól érezte magát, és ez tényleg egy ilyen egyedülálló szerintem így koncepcióban, így az országban, hogy van egy ilyen fesztivál ilyenkor télen. Akkor semmi nincs. Az együttesek vagy szólóprodukciók professzionális körülmények között kaptak bemutatkozási lehetőséget, műfajtól függetlenül. A könnyed akusztikus dallamoktól a rockzenéig rengeteg stílus közül válogathattak az érdeklődők. Idén a Covid védettség ellenőrzése miatt karszalagoztuk a vendégeket, szóval viszonylag pontos számadokat is tudunk mondani. Majdnem 5000, ilyen 4700 körüli ember vett részt az egész nap alatt a helyszínek összességében, vagy összességén, úgyhogy talán minden eddiginél sikeresebb fesztivál zártunk. A sajátossága a fesztiválnak, hogy műfaj megkötése abszolút semmi nincsen, sőt, aki önmagát pécsi zenekarnak vallja és vállalja, hogy 20 perces műsorral a színpadra áll, nekik, tehát senkit nem utasítunk el, ebből a szempontból ez egy végtelenül amatőr vagy demokratikus fesztivál, hogy mindenki, aki színpadra szeretne állni és pécsi zenekarnak vallja magát, mi lehetőséget biztosítunk nekik.
maga a visszajelzések legfontosabbik az az, hogy szinte végig teltházak zajlottak, vagy teltházak mellett zajlottak az események. Tényleg már így a reggel 10-es kezdésekre is nagyon sok ember megmozdult, és ez szerencsére az egész nap során jellemző volt. Ami egy érdekesség, hogy Debrecen bejelentkezett, hogy ő is meg szeretné szervezni a saját Made in Debrecen fesztiválját. Valószínűleg ez már idén össze is jön, úgyhogy idén vendégül láttuk őket, és egy picit besegítünk nekik a munkában. Ez egy újdonság szervezői oldalról, egyébként pedig a pécsi jövőt illetőleg nem is annyira az újdonság, hanem inkább az állandósága fontos ennek a fesztiválnak, hogy van mindig egy olyan nap, ami tényleg a pécsi zenészeké, zenekaroké, és itt inkább arra szeretnénk fókuszálni a jövőben is, hogy ez még inkább így méltó maradjon. Hát nincsen már ebben a dalban csak egy hőhullám harmadik napja, és Éva, és még egy utca,